Nagyon jó volt ezzel a képviselőtestülettel együtt dolgozni. Nagyon sok munkát végeztünk, ahogy azt képviselő úr is elmondta, kimagasló ünnepeink voltak, kimagaslóan sok munka hárult a testületre, a döntésekkel, kimagaslóan sok munka hárult a polgármesteri hivatalra, a kollégáinkra, egy 300 éves évforduló, ami nevünket fémjelezte, azt gondolom, hogy helyt álltunk és tisztességesen ünnepeltük az ősöket, és óriási munka áll emögött. Mindemellett rendkívül sok, nagyon komoly döntést kellett hozni ennek a testületnek, és mindig átgondoltan tudtunk dönteni. És ne menjünk messzire, csak a mostani képviselőtesteti ülésen egy szándéknyilatkozatot hoztunk 100 millió forintról. Ez egy egyszeri döntés óriási összegről. Nem jellemző, és az elmúlt időszakban sem volt jellemző, hogy 100 millió forintos döntéseket kelljen hoznunk képviselőtestületi ülésen. Most az utolsó ülésen is óriási összegről döntött ez a képviselőtestület. Ez a képviselőtestület döntött közel 200 millió forintos döntésről akkor, amikor a piac csarnokot és a leendő piac területét megvásároltuk. Óriási számokról beszélünk, és ezek nagyon átgondolt és megalapozott döntéseknek kell lenni. Egy település életében még azt gondolom, hogy egy megyejogú város életébe is 100 milliós döntéseket hozni óriási felelősség. Mi nagyon kis település vagyunk, képesek voltunk megalapozott döntéseket hozni, ez a képviselőtestület, és minden döntését azért tette, hogy a város fejlődjön. És azért tette, hogy az itt élők jobban érezzék magukat városunkba. Nekünk ez a dolgunk, tisztelt képviselőtársaim, hogy ilyen döntéseket merjünk és tudjunk hozni, és ezekkel a döntésekkel szolgáljuk azokat az embereket, akik bíznak bennünk, akik minket azért küldtek ide a városvezetésbe, hogy őket képviseljük, és úgy képviseljük a lakosságot, hogy az a lakosság javát szolgálja. Nagyon fontos volt, amit képviselőasszony kiemelt, hogy ehhez a munkához talán a legfontosabb az alázat. Az kell ahhoz, hogy mi tisztességes jó döntést hozzunk, és a lakosság bizalma bennünk megmaradjon. Legyen ez így. Én valóban talán egy picit jobb helyzetben vagyok az október 13-ai választásokkal kapcsolatosan, mint most a szemben ülő képviselőtársaim, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ebben ez a képviselőtestület nekem nagyon sokat segített. Mert én akkor tudok hiteles maradni az emberek előtt, ha olyan képviselőtestülettel tudok együtt dolgozni, akik olyan döntéseket hoznak, hogy ezzel egyébként mindnyájan hitelesek maradunk. Úgyhogy én is köszönöm a testületnek, köszönöm a polgármesteri hivatalnak, minden dolgozójának, az intézményeinknek, az intézményvezetőinknek és az intézményeink minden dolgozójának, akik tisztességgel álltak helyt. 173-177 dolgozónk van, akik közvetlen a város irányítása alatt vannak. Mindenkinek köszönöm, mert a városunkat fémjelzi a szociális otthonunk jó működése, a könyvtárunk, a múzeumunk jó működése, és minden hozzánk kapcsolódó egység a mi munkánkat támasztja alá, vagy a mi munkánkat ássa el. Ilyen nem volt. Mi csak együtt tudtunk dolgozni jól, és minden dolgozónk, mind a 173 dolgozó,
akivel együtt dolgoztunk, megértette azt az üzenetet, amit a város vezetés kért tőle és diktált, hogy nekünk a legfontosabb csak és kizárólag Kiskörösvárosa lehet, és azok az emberek, akik velünk együtt élnek, és ezzel a szellemiséggel és ezzel a gondolatvilággal kell, hogy folytassuk ezt a munkát az elkövetkezendő testületben is. Én nagyon bízom abban, és tényleg őszintén mondom, hogy ez a testület, sajnos Harangozóné Balogh Zsóka képviselőasszony és Aszódi Pál képviselő úr kivételével egybe marad, én nagyon örülnék neki, és együtt tudjuk befejezni azt a sok-sok munkát, amit elkezdtünk együtt. Mert azért, ha belegondolunk, mi 2006 óta megyünk együtt. Ugye ezt nyugodtan elmondhatjuk. Szerencsére jönnek hozzánk fiatalok, akik ugyanúgy fölveszik ezt a gondolatvilágot, elfogadják, és segítenek nekünk fiatalos gondolkodással és lendülettel vezetni a várost. De tényleg azt üzenem a kiskörösieknek, hogy csak akkor tudunk fejlődni, csak akkor tudunk előre haladni, ha békességben, egységben, türelemmel és tisztességgel dolgozunk, ahogyan dolgoztunk eddig is, és tesszük a munkánkat így együtt majd a jövőben is. Ennek a városnak és ennek a képviselőtestületnek, és azt mondhatom nyugodtan, hogy 2006 óta a mindenkori képviselőtestületnek a legnagyobb ereje, és a város fejlődésének a legnagyobb sikere az pontosan abban volt, hogy mi nem úgy ültünk Kiskörösváros testületi ülésén, hogy ellenzéki, meg nem ellenzéki. A legerősebb kapcsunk az pontosan az volt, hogy képesek voltunk, és a jövőben is képesnek kell lennünk arra, hogy itt mindenkinek a várost kell szolgálni, és mindenki a város érdekét képviseli. És ez talán Kiskörösnek a legerősebb köteléke, és azt mondhatom, hogy abszolút nem volt itt ellenzéki képviselő, és nem volt kormánypárti képviselő, bármilyen helyzet is volt az országban. Mi mindig képesek voltunk kizárólag a városunkra koncentrálni, és képesek voltunk együtt úgy gondolkodni, hogy a város érdekeit tartottuk szem előtt. Ezt Hirs Imre képviselő úrnak is, és Horváth Borbála képviselő asszonynak is köszönöm, mert együtt tudtunk dolgozni mind a 12-en, és mind a 12-en egységesen a város érdekeit szolgáltuk. Tökéletesen ki tudtuk hagyni az országos politikának a csúnya és rossz dolgait a városunk életéből, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy így dolgozzunk és így haladjunk előre. Úgyhogy kedves képviselőtársaim, csak így tovább, azt reméljük, hogy ugyanígy tudunk menni együtt a jövőben is. Engedjék meg, hogy megköszönjem két képviselőnknek a munkáját, akik biztosan nem jönnek velünk a jövőben. A többieknek sok sikert kívánok a választásokon, és bízom benne tényleg őszintén, hogy ezzel a testülettel együtt fogjuk tudni folytatni és befejezni azt a sok-sok munkát, amit elkezdtünk, és még nem sikerült befejezni, hiszen nagyon sok feladatunk van. Csak egy óvodát kell megépítenünk, csak egy víztározót kell megépítenünk, csak a piacot kell teljes mértékben átalakítani, és piaccsarnokot kell építenünk, és nagyon kerékpárutat kell építenünk, a tabdi elágazásig súgjanak, mert annyi minden dolgunk van, hogy a széles úton köves utat kell építenünk. Szóval nagyon sok feladatunk van, amit együtt kezdtünk, és én azt szeretném, ha együtt
fejezhetnénk be a következő 5 évben, aztán majd a következő 5 évben ugyanígy fogunk járni, aztán majd 5 év múlva eldöntjük, hogy azt a vállalást is együtt fogjuk-e majd befejezni, de az ma annyira távoli jövő, hogy annyira ne szaladjunk el. Kedves képviselőtársaim, a képviselőtestület, a polgármesteri hivatal nevében szeretném harangozóni Balogh Zsókának megköszönni az 5 éves munkáját, és Aszódi Pál úrnak a munkáját, és jó egészséget, sok sikert és segítséget kérünk a jövőben is tőletek, mert ti továbbra is a mieink maradtok, és nektek kötelességetek segíteni nekünk, mert ti tudjátok sokszor, hogy mit kell csinálni. Köszönjük szépen!